Innováció, tudomány, technológia a 21. században. Ez a Novum. Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. A mai adásban a végtelen világűrben, a föld alatti útvonalán és az újrahasználat útvesztőjében bolyongunk. Mutatom is a részleteket. New Horizons. A Plútó és amit tudunk róla. Űrtechnológia a hétköznapokban. Magyarország is csatlakozott az ESA technológia transfer hálózatához. Újrahasználat. Filléres kincsek az FKF központjaiból. Kisföld alatti. Európa első föld alatti vasútvonala. Opera megálló. Vendégségben jártunk a Magyar Állami Operaház épületében. A New Horizons egy amerikai űrszonda, amelyet a Plutó és annak holdjai, valamint a Kuiper öv néhány objektumának vizsgálatára alkottak meg a NASA szakemberei. A 9,5 évig célja felé tartó űreszköz izgalmas és nem várt felvételeket küldött haza. Olyannyira, hogy ez még a kutatókat is meglepte. Kicsi, tömege csak egyötöde a holdénak. Hideg, mínusz 230 Celsius fok van rajta. Felszínét fagyott nitrogén borítja, mely napközben felenged és vékony légkört alkot. Hogy miről beszélek? A Plutóról, ami bolygó is, meg nem is. A Plutót 1930-ban fedezte föl Clyde Tombaugh, amerikai csillagász, de úgy, hogy akkor már évtizedek óta keresték a 9. bolygót. Aztán később jöttek olyan ötletek, hogy talán mégse kéne bolygónak tekinteni, mert találtak ott a naprendszer peremvidékén sok hasonló égi testet. És akkor a 2000-es évek elején, hát most már egy évtizede lassan, a Nemzetközi Csillagászati Unió hozott egy olyan határozatot, hogy úgynevezett törpe bolygóvá minősítették át a Plutót. Így aztán ma már a naprendszer hivatalosan 8 bolygóból áll, illetve több százezer kisbolygóból, melyek a Mars és a Jupiter közötti övben, valamint a Neptunuson túl a Kuiper övben helyezkednek el. Utóbbiak közé sorolják a Plutót is. A NASA New Horizons néven 2006. januárjában szondát indított az égitest megfigyelésére. Az eszköz 9,5 évvel később, 2015. júliusában ért el céljához, melyről felvételeket készített. A legmeglepőbb az volt a New Horizons szonda eredményeiből, hogy a Plutó hihetetlenül változatos és geológiailag aktív égitestnek bizonyult. Senki nem számított arra, hogy ilyen döbbenetes dolgokat fogunk látni a Plutón. Tehát ott van egy nagy jégsíkság, annak a szélén a jég úgy áramlik, mint a Földön, hogy a gleccserekbe folyik le a jég. Mellette vannak több kilométer magas hegyek, amik jégből vannak, méghozzá vízjégből. Vannak persze becsapódásos kráterek is, a felszínnek egy részét ilyen vöröses, barna, rozsdabarna, sötét barna anyag borítja, ezt úgy hívják, hogy tolin. A tolin többféle szerves molekulából áll, amik a napsugárzás hatására metánból képződnek. De ezzel még nincs vége a geológiai csodáknak. Van ez a nagy síkság, az egy ilyen jellegzetes szív alakú síkság, amelyik pont a Plutónak azon az oldalán volt, amit a New Horizons a legjobban látott elrepülés közben. És ott vannak ezek a ilyen cellaszerű szerkezetek, ahol úgy gondolják, hogy a mélyből áramlik föl a jég, és az valahogy úgy fölfrissíti ezeket a cellákat, és csillagászati vagy geológiai értelemben hihetetlenül fiatal ez a felszín. A Plutó bár hivatalosan nem bolygó, mégis vannak holdjai. A négy apró hold, a Nix, a Hydra, a Kerberos és a Styx közül kiemelkedik a Charon, ami a Plutóhoz viszonyítva jelentős méretű. Olyannyira, hogy a csillagászok sokáig kettős bolygóként tekintettek a Plutó-Charon rendszerre. A Plutónak jelenleg 5 holdját ismerjük. A Charont 1978-ban a Földről fedezték föl, földi megfigyelésekkel, aztán a Hubble űrtávcsővel már szépen lehetett látni jobban is. Valóban jogos az, hogy kettős bolygónak nevezik a Plutó-Charon rendszert, mert
annyira hasonló a méretük és a tömegük, hogy a Charon az úgy körülbelül fele akkora, mint a Plutó. A New Horizons szonda rendkívül gyorsan 50 ezer km per órás sebességgel szágoldott el a Plutó mellett, így csak pár órája volt megfigyelni az égitestet. Persze azóta sem állt meg, új célt kapott. 2014-ben a Hubble űrtávcsővel találtak a Kuiper övben egy olyan kis bolygót, amelyiket a New Horizons meg tudja közelíteni. Ez azért volt érdekes, hogy még a megközelítés előtt találjanak egy ilyet, mert úgy kellett a Plutót megközelíteni, hogy ott mellette úgy térjen el a pályája, hogy éppen e felé a kisbolygó felé tartson. Tehát ezt 2019. január 1-én el fogja érni. Addig pedig már két év sincs hátra, és ha minden jól alakul, a New Horizons a 2014 MU69-es kisbolygóról is értékes adatokat fog majd küldeni a NASA szakembereinek. A NASA hír után pedig következzen egy ézás újdonság. Magyarország belépésével ugyanis új taggal bővült az Európai űrügynökség technológia transfer hálózata. A kezdeményezés célkitűzése Európa szerte az, hogy az űrtechnológia fejlesztéseit más, nem űripari területeken, így a mindennapi életben is hasznosíthassuk. Az ESA magyarul az Európai űrügynökség egy kormányközi szervezet, ami a világűr felderítésével foglalkozik. A teljesség igénye nélkül olyan programok köthetőek hozzá, mint a napot vizsgáló Helios és Ulysses szondák, az üstökös kutató Rosetta misszió, vagy a Galileo navigációs rendszer kiépítése. Magyarország 2015-ben vált a szervezet teljes jogú tagjává, ennek köszönhetően pedig lehetőségünk nyílt az ESA egyéb hálózataihoz is csatlakozni. Amivel éltünk is. Idén évelején ugyanis az MTA Wigner fizikai kutatóközpontjának bevonásával csatlakoztunk a szervezet technológiai transfer hálózatához. Az Európai űrügynökség nem csak azzal foglalkozik, hogy az űrkutatás különböző kérdéseit oldja meg, hanem az is feladatai közé tartozik, hogy az űrkutatás során keletkezett tudást, technológiai megoldásokat visszajuttassa a társadalomba egyéb ipari felhasználásra. Tehát itt használjuk azt a fogalmat, hogy az űripari technológiákat nem űripari felhasználásra közvetítjük. Ezt már Tandi Zsuzsanna, az ESA Magyarországi Technológiai Transfer csoportjának vezetője mondta, aki nagy lelkesedéssel és komoly tervekkel néz az elkövetkezendő évek elé. És hogy például milyen ma már hétköznapi eszközöket köszönhetünk az űrkutatásnak. Az űrtechnológia földi felhasználására számos példát tudunk mondani, ilyen például a legismertebb a GPS, de mi magunk is már elkezdtünk előkészíteni projekteket technológia átvevők részéről. Ez azt jelenti, hogy olyan szervezetekkel már felvettük a kapcsolatot, akik gondolkoznak kutatásfejlesztési projekteken, és konkrétan tudják, hogy annak az adott terméknek a fejlesztéséhez milyen technológiát szeretnének úgymond elkérni az űrügynökségtől, vagy az űrügynökség valamelyik beszállító szervezetétől. Persze nem minden vállalkozás ilyen tudatos. Így Zsuzsannáik csoportjának az is a feladata, hogy felkeresse a potenciális piaci szereplőket és segítsen nekik megtalálni azt az űriparból vett csúcs technológiát, amit érdemes átvenniük, hasznosítaniuk. Így összepárosítva az űrtechnológiai lehetőségeket a más iparágakbeli igényekkel. Első lépésként azonosítjuk a magyarországi űripari beszállítóknál elérhető technológiákat. Ezzel párhuzamosan felkutatjuk és azonosítjuk a technológia transfer során a technológia átvételére alkalmas cégeket, leültetjük őket, legrövidebben ezt lehet mondani a mediációs feladatunkra, és utána pedig útjára indítjuk a két vállalkozás közötti megállapodás megkötését. Ezen túlmutatóan mi nem csak a magyarországi űripari beszállítóknak a technológiáját szeretnénk transferálni, hanem lehetőségünk van arra is, hogy az európai űrkutatás során, az Európai űrügynökségnél felhalmozódott, lehetőleg iparjogvédelmi oltalommal védett technológiákat is közvetítsük a magyarországi vállalkozások felé. Mindez pedig hatalmas lehetőség a hazai cégeknek. Pláne, hogy a technológiai transfercsoport által végzett tanácsadási tevékenységet az ESA finanszírozza. Ennek költsége nem a vállalkozásokat terheli. Ha önnek is van olyan használati tárgya, ami csak porosodik a garázs vagy a kamra mélyén, de fájna a szíve kidobni, mert a funkcióját még ellátja, akkor van egy tuti tippünk. Vigye el az FKF egyik szemléletformáló és újrahasználati központjába.
ahol ingyenesen leadhatja, más pedig jelképes áron pár száz vagy pár ezer forintért megvásárolhatja azt. Van nekem egy kutyusom, úgy hívják, hogy Tavasz, illetőleg a haveroknak Tavi, és mert elég sokat dolgozom, ezért arra gondoltam, hogy amikor egyedül van itthon, akkor jó lenne neki egy ilyen kis kutyavécé, ez egy ilyen műfüves csoda. Az ötlet az nagyon jó volt, csak az a baj, hogy Tavika rettenetesen fél tőle, úgyhogy nem mer rá menni. Kidobni sajnálnám, mert egy teljesen új kutyavécé sose volt használva, és arra gondoltam, hogy talán valaki másnak még jól jöhet. Persze biztos, ami biztos, lemostam, bár inkább csak a lelkem megnyugtatása végett. Aztán bekerült a dobozába, és elindultam a 15. kerületi szemléletformáló és újrahasználati központba, amit az FKF nyitott 2016 nyarán. Mit hoztál? Ez egy kutyavécé, amit sajnos mi nem tudtunk használni, de arra gondoltam, hogy másnak még jó lehet. Mi történik ilyenkor? De ez vadonatúj. Így van, sose volt használva. Ilyenkor a kollégák megnézik, hogy be tudjuk-e venni az újrahasználati központba, mert csak azokat a termékeket veszik be, amelyek újra használhatók, tehát nem kell semmilyen javítást végezni rajta, a funkciójukat eredeti formában betöltik. Rövid személyazonosítás és lakcím ellenőrzés után regisztrálták is a kutyavécét. Készült róla egy fénykép, és bekerült a megvásárolható termékek rendszerébe, amit egy infoterminálon lehet végigböngészni az előtérben. Amit fontos tudni, hogy elektronikai dolgokat nem veszünk át, hiszen nem biztos, hogy jók. Annak különböző érintésvédelmi, akármilyen feltételei vannak, itt nincs arra kapacitás, hogy megjavítsuk, ha esetleg apró baja is van, úgyhogy azokat nem, mert balesetveszélyesek, de egyébként látott táska, bőrön, takaró, hálózsák, sportfelszerelés, szerszám, baba használati eszköz, könyv, konyhafelszerelés, gyerekjáték, rengeteg minden van. Bútorlakberendezés az az első, és abból van talán a legtöbb. Oh. És itt van. 635 forint. Átsétálva a piac térre, a termékek élőben is megnézhetők, kipróbálhatók. Mindenféle kincsre bukkanhatunk. Dohányzóasztaltól kezdve a legyezőhátú fotelen át plüssmackókig, vázákig, tányérokig. És rengeteg könyvre, amik közül egyet rögtön meg is veszek fillérekért. Közben megérkezik a kutyavécé is, és elfoglalja helyét egy rágcsáló ketrec szomszédságában. Amik itt vannak a piac téren termékek, két hétig vannak itt, és utána hátra kerülnek a raktárba, hiszen folyamatosan érkeznek be az új dolgok. És azért is jó, hogy most már egy terminálon keresztül meg lehet nézni, mi minden van, mert oda nem lehet bemenni. A megfelelő védőfelszerelés és FKF-es kísérő mellett azért ott is körbenézhetünk. Ide ebbe a raktárba kerülnek be azok a dolgok, amelyek nem találnak gazdát két hét alatt ott elől, de ugye ezeket is el lehet vinni, és a kisebb dolgokat majd ezekbe a nagy faládákba helyezik be a kollégák, és hát nyilván, ha megtelt a raktár, akkor nekünk át kell majd nézni, hogy mi az, amit még érdemes tartani, mi az, amit esetleg a hulladékhasznosítóba a szomszédba át lehet vinni. Van itt minden, ágyak, matracok, komplett irodai polcrendszer. Szerintem ez irodaberendezésnek teljesen megfelelő. Ha valaki esetleg lecseréli a fogantyúkat, akkor megpótolja a hiányzót, akkor hibátlan. Gabriella egyébként azt mondja, a legnagyobb forgalmat a könyvekből és a játékokból generálják, de a bútorok és a sportszerek is népszerűek. Az újrahasználat mellett persze mással is foglalkoznak a létesítményben. Az épület mellett hulladékudvar található, a központban pedig szemléletformáló programokkal várják a csoportokat. Ez már a szemléletformálás része ennek az objektumnak, ez például a pusztazámori hulladéklerakónk makettje, és akkor itt különböző gombok megnyomásával meg lehet nézni, hogy éppen hol világít, hogy mi micsoda, ezen el tudjuk magyarázni a gyerekeknek is, vagy akár a felnőtteknek is, hogy néz ki, hogy épül fel, mit kell tennünk azért, hogy ez biztonságos legyen. De van itt falra festett szuperhősös képregény az újrahasznosítás és a szelektív gyűjtés fontosságáról, vagy mágneses oktatójáték is a gyerekeknek. Amikor ezt az egészet átadtuk, és minden látogató, aki eljött a megnyitóra, az az új nyomát itt hagyhatta egy-egy színes falevélként ezen a ökofár, nevezzük így. Igen, és azok is, ha jól látom, akkor PET palack. Így van, és PET-palack. Itt pedig az a cél, hogy minden látogató csoport, mert azért sokkal többen voltak, mint ahány virág ezen a mezőn már van, mindenki, aki egyszer ide látogat, az itt hagyhasson egy virágot ezen a mezőn, és az a cél, hogy ez minél
virágosabb legyen majd. Ilyen szemléletformáló és újrahasználati központból jelenleg 2 van az országban. Egy a 15., egy pedig a 18. kerületben, mindkettő az FKF ZRT fenntartásában. Tervekből, célokból pedig nincs hiány. Igazából én akkor leszek majd elégedett, hogyha akár az oktatóterem része, akár az újrahasználati része ez megtelik tartalommal, mert annyira beépül az emberek tudatába az, hogy nem kell mindent kidobni lomtalanításkor, mert lehet, hogy más még hasznát veheti. Ide el tud jönni, és tényleg fillérekért hozzájuthat olyan dolgokhoz, amire így vagy úgy szüksége van. Tehát, hogyha ez is majd beépül a köztudatba, akkor az lesz igazán jó, hiszen az a cél, hogy minél kevesebb hulladék termelődjön. A milleniumi föld alatti vasút, köznyelven a kisföld alatti, már az 1800-as évek végén az Andrássy út alatt zakatolt. Képzeljék, az alagútját nem fúrták, hanem ásták, és az akkori szokás szerint a vasút baloldali közlekedésű volt. Jöjjenek és elevenítsék fel velünk ennek a bájos romantikájú közlekedési eszköznek a történetét. 1896. május 2-a. Az Andrássy úti fákon vígan csiripelő madarakat és a korzózó budapesti polgárokat nem zavarva, a föld alatt megindult a közlekedés. Pontosan 3,7 km útszakaszon és 40 km/h sebességgel. Eredetileg erre a vonalra villamos vasutat szerettek volna, de akkortájt város szépészeti okok miatt ezt az ötletet elutasították. Balázs Moraki a kor egyik zseniális közlekedési mérnöke volt és vezérigazgatója annak a cégnek, aki végül is közreműködésben egy másik céggel ezt megvalósította. Ő javasolta azt, hogy akkor a sugárút alávigyük a villamos vasutat. És azzal a feltétellel engedélyezte végül is a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, hogy a millenáris ünnepségek megnyitására el kell készülnie. Az átadást a honfoglalás 1000 éves évfordulójára tervezték, így aztán nagy iramban kezdődtek meg a munkálatok. Az idő annyira sürgetett, hogy két oldalról kezdtek ásni. Mivel 20 hónap alatt kellett elkészülni, volt, amikor 1000-nél is többen dolgoztak, sőt, sokszor még vasárnap sem tették le a szerszámot a munkások. 10-10 különböző kocsit építettek, ugyanis, mint említettem, a két konkurens közlekedési társaság együttműködésében készült a kisföld alatti, és ezért a kocsikat is ő hozzájuk igazították. Mivel az egyik közlekedési társaságnak a színe a sárga volt, ezért 10 kocsi készült félmázas sárga fényezéssel, 1-től 10-ig számozással, 10 kocsi pedig barna fényezéssel, ezek favázasok voltak, amerikai fenyőlappal beborított, ezek vannak egyébként a múzeumban is, tehát az egyes pályaszámú sárga az a BVV RT-jé volt, a 19-es pályaszámú, az pedig a barna, az a BKVT társaságé volt. Legelőször azonban csak 10 indult el, de akkora volt az érdeklődés, hogy még 10 kocsit üzembe kellett helyezni. Maga Ferenc József is utazott rajta a millenáris ünnepségek idején, majd legkegyelmesebben meg is engedte, hogy elnevezzék róla a kisföld alatti vasutat. 20 fillér volt a vonal, egy később szakaszjegyet is lehetett váltani, majd sokkal később bérletet is. Nagyon érdekes egyébként, hogy júniusban volt a legnagyobb az utasforgalom, 580 valahány ezeren utaztak rajta 1896. júniusában. A vonalon annak idején is 11 megállóhelyen szállhatott ki az utazó. Viszont az állatkertnél és az Artézi fürdőnél felmentek a felszínre a kocsik. Budapesten 1941-ben tértek át a jobboldali közlekedésre. A föld alatt azonban csak 1973-ban. Ekkor az eredeti kocsikat kivonták a forgalomból, az utazótávolság 4,4 km lett, és az összes megálló a föld alá került. 1975-ben az átalakítást követően megnyílt a föld alatti múzeum. A járművek daruval, a vasbetonfödémen keresztül kerültek ide. Ez gyakorlatilag egy képzeletbeli megálló itt az előcsarnok, ugyanolyan zsolnai, fehér-barna zsolnai csempékkel, és itt belül is igyekeztük azt a hangulatot, ami az akkori századforduló kultúráját, építészetét idézte. Tehát itt tényleg egy ilyen történelmi hangulat van. És hogy ez a valóban páratlan föld alatti vasút nem csak a mi szívünknek kedves, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kis föld alattit az Andrássy úttal együtt 2002-ben a világörökség részévé nyilvánították.
ha pedig föld alatti, akkor opera megálló. Az Ybl Miklós tervei alapján készült Magyar Állami Operaház épülete hazánk legjelentősebb 19. századi műemléke. De vajon milyen fő szempontokat vettek figyelembe az akkori építők? Milyen társadalmi rétegnek készült a díszes belső tér? És hogyan kerülték el, hogy az előkelőségek találkozzanak a középréteggel? Az opera rejtelmes múltjába tekintve ezekre a kérdésekre is válaszokat találtunk a kulisszák mögött. Neoreneszáns stílus, impozáns festmények, gazdagon díszített belső terek. Az Ybl Miklós által tervezett Magyar Állami Operaház Európa egyik legcsodálatosabb épülete. Kapuit 1884-ben nyitotta meg. A 19. század végén az opera látogatás kultúrája egészen másképpen zajlott, mint manapság. A közönség az előadás alatt kibesétálhatott. A hölgyek csacsogtak, az urak pedig fontos politikai kérdéseket vitattak meg italokat kortyolgatva. Ekkor a társadalmi reprezentáció az nagyon fontos volt, tehát ehhez megfelelően az ezekhez tartozó tereket nagyon kiemelten megtervezte, tehát itt az operában is láthatjuk a közönség forgalmi tereknél az előcsarnok, a foajé, a büfék, a páholyok, az egész nézőtérnek a kialakítása mindezt szolgálja. A budapesti operaház építése előtt kétféle színház típus létezett, a drezdai és a párizsi. Ybl inkább az utóbbit követte, azonban a Magyar Dalszínház szerkezete mégis más köntöst kapott. Én úgy hallottam, hogy mindig a párizsi operával hozzák párhuzamba a budapesti operát. Mindig hasonlítgatják egymáshoz. Van ennek valamilyen alapja? Alapja van, hiszen ugye azonos időszakban épült a két épület, operaháza műfajuk, tehát ilyen szempontból van. Gyakran a párizsi operának a díszlépcsőjét az itteni operaház díszlépcső előképeként szokták emlegetni, viszont szerintem ez nem teljesen helytálló, hiszen a párizsi operaházban az épület középtengelyéből indul a díszlépcső, azonban itt nálunk ez nem az épület középtengelyéből, hanem két oldalról indul el. Így a megérkezés szintje nem a fél emeleten van, mint Párizsban, hanem egy szinttel feljebb az első emeleten. Ezzel megadva azt a lehetőséget, hogy annak idején a díszlépcső terénél az előkelőségek látványosan vonulhassanak bársony és selyem estéi ruháikban. A királyi lépcső az uralkodói reprezentáció része volt. Ezt Ybl egy hosszú egykarú lépcsővel oldotta meg, ami a telekadottságok miatt az épület középtengelyével párhuzamosan lett elhelyezve. Itt vonult be mindig az éppen aktuális uralkodó. Az előkelőségek ezek után a Székely Bertalan terembe érkeztek, ahol nagykegyesen fogadták vendégeiket. A királyi váró is a reprezentáció kiemelt teréül szolgált. A falat selyemkárpittal borították, a belső burkolat pedig szicíliai tölgyből készült. A patkó alakú háromemeletes, impozáns nézőtér mindegyik szintjén más-más díszítés látható, de mégis összhangban vannak egymással. A mennyezetet Lotz Károly Olympos című falképe díszíti, ami alatt a 2,1 tonnás csillár ékeskedik. A nézőtér középső részén fenséges pompával láthatjuk a királyi díszpáholyt, ahol csakis az uralkodó és családja foglalhatott helyet. ...1881-ben a bécsi Burgtheaterben felfoghatatlan tragédia történt, majd 400 ember esett a tűz martalékává. Ybl Miklós ennek hatására azonnal megváltoztatta a budapesti opera terveit. Például a nézőtérre vezető ajtók azok nem befelé nyíltak már, hanem akkor kifelé nyíltak. Alkalmazásra került a vasfüggönynek a rendszere, illetve tűzesetén bevezetésre került az áportározók a színpadon történt tüzek oltására alkalmas tűzvédelmi rendszerek kiépítése. Az áportározóról azt kell tudni, hogy jelenleg most ilyen 6 darab 8 köbméteres tartály van felfüggesztve a színpad, ugye felrögzítve a színpadtér fölé. Jelenleg ez kézindítással történik, hogyha bármi gond lenne, akkor az a színpadon történő tüzeket tudja oltani.
A Magyar Királyi Operaház megnyitóján maga Ferenc József császár is tiszteletét tette. Erkel Ferenc vezényletével a Bánkbán és a Lohengrin első felvonását, valamint a Hunyadi László nyitányát adták elő. Az akkori legfejlettebb technikával felszerelt színház falai között akkor vette kezdetét az a művészi varázslat, ami a mai napig áthatja az impozáns épületet. Remélem, ma sem bánták meg, hogy velünk tartottak. Ha élvezték ezt a félórás barangolást az innováció, a tudomány és a technológia világában, akkor tartsanak velünk a jövő héten is. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Jövő héten találkozunk, én mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.